Sziasztok, Törpilla vagyok. Én meg Törpapa. És ez itt a Törpvízió. Új könyvelző rovatunk nem titkolt célja, hogy emlékeztessük mindenkit, a kötelezők mellett élvezetből is lehet olvasni. Ezen a héten arról kérdeztünk titeket, melyik regényhős bőrébe bújnátok a legszívesebben. Uff. Elkezdődött a szorgalmi időszak, jut-e időd olvasni egyébként olyasmit is, amit szeretnél, nem csak olyat, amit muszáj. Hát sajnos nem annyira, mint szeretném, de azért egy-két könyvet el tudok olvasni. Így a kötelezők mellett nem, tehát kötelezőket főleg. Minden héten legalább kétszer-háromszor azért kerítek erre időt. Nem sok, de igen, igyekszem időt szakítani rá, mert szeretek olvasni. Mi volt az utolsó könyvélmény, amivel találkoztál? Hát Wilbur Smith-től olvastam a Ragadozó madarakat. A Fahrenheit 451. Élni, hagyni, azt hiszem. Most olvasom az Operaház fantomját. Arthur Köstertől olvasom a Láthatatlan írást, és nagyon-nagyon tetszik. Pszichológiai könyvet olvastam is szórakozásból, a Hatást. Terry Goodkinnek a egyik sorozatát. A Dr. Zsivágó, azt többször is olvastam, most is elkezdtem olvasni. Most épp Anna Karenjinát olvasok. Émi Zolától a Nana című könyvet. Orwellnek az 1984-ét olvasom, és ezelőtt pedig a Trónok harcának a második részét. Volt esetleg a korábbi olvasmányai során olyan karakter, akinek bele tudnál bújni a bőrébe, hogy tudnál vele azonosulni? Hát én nagyon könnyen azonosulok általában a főhőssel, vagy egy számomra szimpatikus karakterrel, szóval az összes olvasás élményem körülbelül olyan. Dorian Gray-t olvastam még mostanában, de az ő bőrében nem szívesen lennék. Igyekszek innen azonosulni, mert akkor én nagyon belefanatizálódok, és az jóra nem vezet. Sok mondjuk Jane Austen szereplőben, igen, de azért az annyira merev világ volt, hogy nem lenne azért jó, tehát nem hiszem, hogy el tudnám viselni. Nagy klasszikus Anna Karenina. Valamilyen szinten belebújnék a bőrébe, mert most eltekintve attól, hogy megcsalta a férjét, azért nagyon szép ez a szerelmi történet. Az még bőven általános iskolában volt, így a Harry Potter sorozatban. Ott voltak nagyon-nagyon pozitív hősök és nagyon megfogható alakok. Nem bújnék bele a bőrébe, de a kedvenc és legszórakoztatóbb regény karakterem a Büszkeség és balítéletből Mrs. Bennet, mert anyukámmal kiválóan tudom azonosítani. Csütörtök este a KCSK folyosós bulián találkoztunk szuperhősökkel, geekekkel és más furcsa szerzetekkel is. Bring it. Tudnál mesélni a szuperképességedről? Hát nagyon szívesen tudok mesélni róla, persze igazából, bármennyi sört meg tudunk inni. Ma valakinek ki fogod szívni a vérét, hogyha megéhezel, vagy inkább csak a poharas italok mellett maradsz? Majd az alanytól függ. A sok sörivással hogy segítetek az emberiségen? Mindenképp segítünk, mert az alkohol méreg. El kell pusztítani, minél előbb. És pusztítjuk, ahol érjük. Tonnál szeretsz ezeket a csodálatos nyakba valókat? Hát ez mind saját, meg a raffiát is én csináltam. Olyan italt fogyasztasz ma este, amit egy amerikai kamionos is fogyasztana? Hát nem tudom, mennyi részt Amerikába keverted. Hülyen tükrözi a személyiségedet a mai jelmezet? Te is ilyen valmaska vagy? Egyértelműen igen. Van valamilyen szuper képességed, mint biológus kutató? Az immunológiai tanszéken kutatok és szuperül kutatok. A humán mielői C3 expressziót kutatom, és ez szuper az emberiség számára. Nem félsz a farkastól ma este? Nem, az én farkasom otthon van jelen pillanatban, úgyhogy. És már megette a nagymamát? Nem, én nem tudok róla. De mindjárt felhívom, és meg tudom tőle. Nem gondolod, hogy a szupermenes pólód és a lófej üti egymást? De, erre gondoltam, de nem ez volt a lényeg. A lófej mindent visz. Honnan jött a jelmez ötlete? A jelmez ötlete, kérem szépen, onnan jött, hogy mi mindig együtt lógunk, ő a legjobb barinőm, és kitaláltuk, hogy felvállaljuk kapcsolatunkat. Így. Milyen szuper képességed van? Szuper képességem? Mert hogy még így is becsajozok. Ja, hogy zokni szandállal így be fogsz csajozni. Hogyan fogod nekünk ezt bebizonyítani? Hát majd megkereslek titeket és ide rángatom. Jelentkezzetek az ELTE online újságíró képzésére, a videó alatti linken minden információt megtaláltok. Emellett a héten startol az ELTE Vízió saját Facebook oldal is. Lájkoljatok minket!